Sziasztok, gyerekek! Ez az Icili-Picili, a Pápavárosi Televízió gyermekműsora. Judit nénének sajnos nincsen hangja, így most én mondom el nektek, hogy mi minden látható a mai műsorban. A Kékfestő Múzeum minden nagy ünnep környékén foglalkozásokra várja az óvisokat és a kisiskolásokat. A március 15-i nemzeti ünnephez közeledve a nátuskerti óvodások is ellátogattak a múzeumba, ahol játékos foglalkozásokon vehettek részt, mesét hallgathattak és körbejárták a múzeumot is. Vízdermesztő zimankós tél messzire fuss, nem látod, hogy megérkezett március. El is tüntet minden nyomot utánad, fölszárítja a tükröző tócsákat. Március a tavasz első futása, bársonybarkát tűzdel ki a fűzfára. Simogatva rügyed bimbót, kelteget, eltakarít minden komor felleget. Tavaly nyáron ugye a múzeumok éjszakájára elkészült a lójárgányos mángorlónak a felújítása, ami több mint 40 évig nem volt látogatható, és készítettünk rá egy új múzeumpedagógiai foglalkozást a kisóvodásoknak és iskolásoknak is, és ez most először lett meghirdetve egy tavaszváró apropóján. Úgyhogy a gyerekek megismerkedhetnek Samuval, Palkóval, a kisinassal, aki ide került a műhelybe, és nem találta helyét a többi nagyon hangoskodó inas társ mellett. Szeretett inkább az állatokkal lenni, és egyszer csak találkozott Samuval, aki elvesztette a kék patak partjának kék patkóját, a varázspatkóját, és ezért nem tudott hazamenni. Palkó segítségül hívta a pajtársait, akik állónak keresték, de nem lett meg a patkó, és így Samu itt maradt. Szedd a lábad, zimankós tél, messzire fuss, hogyha nem még úgy is előz március, március, március. A gyerekek meghallgatva ezt a történetet, igazából bepillantást kapnak magába a barátságba, hogy alakult ki a barátságuk, hogy töltötték a napjaikat, mit jelent az, hogy számíthatnak egymásra. Lesz olyan része is a foglalkozásnak, ami nem csak a finomotorikai ügyességüket célozza meg, hanem a logikát, a gondolkodást, a kognitív képességeknek az aktivizálását is. Meg hát persze mi is bekapcsolódunk a Samu patkó keresésbe, ami reméljük, hogy sikeres lesz ezért. Vízdermesztő zimankós tél messzire fuss, nem látod, hogy megérkezett március. El is tüntet minden nyomot utánad, fölszárítja a tükröző tócsákat. Március a tavasz első futása, bársonybarkát tűzdel ki a fűzfára. Simogatva rügyed bimbót, kelteget, eltakarít minden komor felleget. Szedd a lábad, zimankós tél, messzire fuss, hogyha nem még úgy is előz március, március, március. Mennyire fogékonyak a gyerekek ezekre a foglalkozásokra? Nagyon, nagyon szeretik őket, és nagyon nyitottak a mesére. Szinte tátott szájjal, hatalmas csillogó szemekkel hallgatják, és mindig kérdeznek. Tehát nagyon, nagyon elfogadják, és látszik rajtuk, hogy ők még teljesen nyitottak mindenre, mindenre. Nagyon nyitottak is szívük a tanulásra is, persze, meg a férci elfogadásra. Új becenevet is kapott egyébként az első kis csoportban, az egyik kislány az Mércinek hívja, nevezte el, úgyhogy nem volt elég, ami a mesében történt. A folyamatos kérdezés miatt folyamatosan változott és bővült is a történet. Úgyhogy a következő csoport az már így fogja megkapni. You have
kicsi csarfa vagy te, húzsadári húzsadom. A Huszáróvoda is megemlékezett március 15-éről. Az intézménybe egy huszár is ellátogatott, és az erzsébetvárosi óvisok is ott vendégeskedtek. Nemzeti ünnepünkre készülünk, és ennek jegyében hívtuk a Pápai Huszár Egyesület egy huszárját, aki előadást tart a gyerekeknek. Elsősorban bemutatjuk az egyenruhát, a fegyvereket, mit használtak 48-as, 49-es forradalom idején. Azért is vagyok igazából a kornak megfelelően öltözve. Ez a 48-as, ez egy népfelkelő nemzetőr ruházat, ami rajtam van. Egy kék Attila, szürke nadrággal, csizmával. Igazából a sapkát hordtak a többség. Ugye a kalap az már egy kiemelt rangot jelenthetett, illetve jelentett, és hát természetesen a szabja, illetve hosszú puskát, szuronyos puskát a gyalogság azt viselt. Meghívtuk az erzsébetvárosi tagovoda néptáncos tehetségműhelyét, akik egy interaktív játékot adnak elő, valamint néptáncolnak. Adjon Isten jó napot, ne keresd, Falvia! Adjon Isten neked is! Nem József huszártábornok vagyok, de a többiek csak bemapónak hívnak, mert már megöregettem. Úgy szoktunk mi katonákat toborozni a hadseregbe, hogy van egy tánc, a verbunkos. Hey! Kedves gyerekek, ez volt mára az Iciri Piciri. A jövő héten ismét a március 15-i eseményekre emlékezünk. Akkor a katolikus óvoda lesz a házigazda. Várunk benneteket a képernyők elé a jövő pénteken is. Sziasztok!